A járvány ellenére idén már a hagyományok szerint celebrálta a pápa a karácsonyi vigíliát a Szent Péter Székes Egyházban. A még mindig érvényben lévő készültségre csak az emlékeztetett, hogy az amúgy 7000 férőhelyes bazilikába mindössze 1500 résztvevőt engedtek be. Ferenc pápa az egyszerű emberekről, az emberi esendőségről beszélt, mondván, hogy megértés és tisztelet jár egyiknek is, másiknak is. Hiszen Jézus is köztük született, mondta. A periférián élők közelében jött világra, onnan való, ahol az emberi méltóságot próbára teszik. Isten ma éjjel eljön, hogy méltósággal töltse meg a dolgozó nép nélkülözését. Arra emlékeztet bennünket, hogy a munkatiszteletet érdemel. Ez az üzenet, mondta Ferenc pápa, hogy Isten nem a nagy dolgokban, hanem a kicsinségekben nyilvánult meg. Ezeket választotta ösvényül, amelyen eljuthat hozzánk, megérintheti a szívünket, megmenthet bennünket, visszavezethet azokhoz a dolgokhoz, amelyek igazán számítanak. Tavaly a karantén idején csak 200-an vehettek részt a karácsonyi vigílián a Szent Péter Székes Egyházban.